Pál Zoltán Arvisura Rovó magánlevele Dr. Pataki Lászlónak 1969. július 24-én. Ózd! Ne tessék neheztelni, hogy belekontárkodom az aranytálak leolvasásában erre a két jelre, de régiségét a 348. arvisuránban én, beleszámítva az Agabák holdéveit is, Beleszámítva az éveinket és a kereszténység időszámítását, összesen 7600 évvel ezelőtt süllyedt el Ataiz földrész a csendes óceánba. És akkor a távol lévő hajósok, a lehet, hogy tévesen nevezett agabáink, a szumírok, a párszik, az Egyiptomba vándorolt rák és az éjszakra menekült maramik mindannyian magukkal hozták, mint magasabb műveltségű népek az Ataizis istenségnek az elméletét. Ezek között a megmenekült népek közül a szumírok, parszik és rák magasabb műveltségűek voltak, mint az agabák és a maramik népek, ezt az arvisurák is elismeri. Lehet, hogy az agabák 997 éve alatt a napisten elnevezés megváltozott, de az égigérő fa, hét égféle elméletek már a hunokkal történt közel ezer éves kapcsolata miatt távolodott el a még műveltebb szumír rá népektől és az első medvetoron a vendégek engedékenysége folytán közeledtek a hunokhoz. Erről írjő Salminen mindig nevetve mesélt. Úgy látszik, igaza volt azoknak a tudósoknak, akik azt vallják, Mózes az öt könyvét Egyiptomba élésekor a ráhívő papok között összelopkodta, és vándorlásai közben ráerőszakolt a hitét az addig, tanultak alapján fejében kialakult Jahvé elméletet. Megjegyzem, hogy Ataiz elsőjedése előtt egy isten volt, és csak az arabféle, a hindu és hunféle népeknél telítődött fel több isten hitre Ataizis magasztos elmélete, amely például a katolikus hármas istenséget is a reformációban egyisten hitre állították vissza. Bocsánat, én írő Száminennel ebben az utóbbiban nem értettem egyet, mivel én az arvisura törvények alapján állok, amit Tura közölt. Ellenben Laci bácsinak igaza van abban, hogy főként Dunántúli részeken, már Attila 431-ben, Árpád 893-ban, Attila példáján Pannon papok társaságában, tehát keresztény papokkal együtt járt Rómában, hogy a nyugati világ helyzetéről meggyőződjön. Erről Vajk is tudott. Miért ne tudott volna Lona Gyígyó, akit nekesse, szanka és doma arra képzett ki, hogy európai szintű és műveltségű uralkodója legyen a 24 szövetségnek. De nőlévén kalandozásban csak felső őrig jutott, Rómában pedig soha nem járt. 530-ban azonban érd és Doma által biztosított csapatokkal azonban meghívásra Konstantinápolyban igen. Az arvisurák szerint ugyanúgy, mint az úzok vándorlása, mai hazánkba 435-től 1526-ig tartott. Ugyanúgy a marami féle népek, mint a szumírok északi törzse, időszámításunk előtt 3016-tól, időszámításunk után 1265-ig tartott. Sőt, a mongol vészkori hullámzásban kunmagyari vezetősége visszament a kaukázuson, és csak a vész megszűnése után vándoroltak be hazánkba. Amikor az úzok utolsónak eljöttek Ordozból, és a fősámáni székhelyünket Budavárba tettük, akkor a Sejem úton, vagyis a Zsalu folyótól egészen Ordoszon keresztül még mindenütt éltek a hunbirodalmi törzsek, egészen felső őrig. Tehát 435-ben három tümen Tungúz élt Zsalutól almákatjáig, három tümen élt Ogúz néven almákatjától magyarka településig, míg három tümen Magúz élt a Kunmagyari Magyarkától az Eszék nevű Úz településig. A 85. arvisúrában a Parsis kétáktól örököltük a hadrednünket. A tizedek, századok, ezredek és csumenek. Amikor az asszírok elől a nem helyhez kötött, műveltebb szumírok a rokoni hunbirodalomba költöztek, akkor az öregek tanácsa, az akkori vezetősége a menekülteket a hézagokba telepítette. Így a besenyő csumen, tehát tízezer lovas, és szépszámú családtagjai elindultak, de ez Kita szokás szerint minden ezred a parancsnoka nevét rótta fel a zászlójára. Tehát az arvis ura tudatába besenyű rovással került azon besenyő törzs, amelyik a Hunviradalomba került, akiknek nyelve leginkább a kunokéhoz hasonlított. Azonban a fekete tenger és derbenti kapuk között leszakadt tőlük Éndrő ezrede, majd Uzum Abádnál Garda ezrede és csak nyolc ezred vonult be ordozba, pesenyűj jelzéssel. Azonban ezt a 8 ezredet zsalutól az Uzum Abádi kereskedelmi központig telepítették le. Ordozban Pét nevű vezér maradt, Igal nevű sámánnal. A vezérek névváltoztatása azonban Tenyő és Ilkenézre, valamint a sámánok Senyő és Kenézre csak 435 után keletkezett mert Ordozban fokozatosan győzött a sárga hit, és a mongolok, zsuánok vették át a hatalmat. Mert a 24 hun törzsek központi sámán irányítását Budavárba helyezték. A besenyő törzsek, illetve ezredek magasabb műveltségüknél fogva magukhoz vonzották a csellengő hun maradékokat, és több hullámban özönlöttek Budavár felé, azonban az arvisura csak a kunok harmadik törzsének nevezte. Ilona idejében Kunmagyariban és Szörényvártól Galádig terjedt a besenyők települése. Szolán egy görögből áttért sámán volt, a Szörényvári besenyő fősámán, míg Gyirko a Kunmagyari fősámán volt. Lehet, hogy a besenyők, mivel más görög is élt Szörényváron, megkülönböztetésképpen még Csú nevet is ragasztottak hozzá. Ezek voltak a szellemi fejedelmek, míg a harcos tenyők és ilkenézek a gyakran változó vezérek voltak, akik egymást a zsákmánynál kölcsönösen becsapták. Ez ma is fennáll. Rovásban én a turanyomdokait követem, és a 17 úz arvisúrát. A gaba képjeleit, a türk és mansi kilengéseket nem kutatom, ebben az eredeti marosféle arvisúrák szerint rovok. Örülök, hogy olvasható. Ami bennünket összeköt az a három lélek regéje, amely jövőbe is lát, és annak nagyon örülök, hogy nem állok egyedül. Sajnos én csak az úzarvisurák alapján tudok írni, de így is megértjük egymást. Szeretettel köszönti és üdvözli, Pázoltán.